Helló srácok, itt lennék egy újabb videóban, és ez egy rettentő félelmetes videó lesz. Ugyanis itt vagyok az ősi városban, és hát nem vagyok egyedül, mivel itt van velem nem más, mint az eredeti official Herobrine. És hát van itt nálam cucc, srácok, szóval könnyedén ki tudom lootolni ezt a várost. Az a cél, hogy lekraftoljam a 5-ös lemezt és a recovery compass-t. Szóval vágjunk is bele. Igen, ez lesz az egész videó, szóval ne számítsatok sokra. Na, jó kezdés. Véletlen elengedtem a shiftet. Király. Ó, ez jó, jó, jó. Na, oké. GG. Igazából ez a videó, ez egy ilyen kis paródiája mostani, hát, dweller modoknak. Most olyan felkapottak ezek a kis, hát ilyen humanoid, vékony, ilyen véres, ijesztő, olyan spooky modos izék, mobok, amik ugye a Minecraft világodat terrorban tartják, szóval nem tudom, hogy miért lett ekkora nagy trend, de igazából Gargin indította ezt az egészet, ő csinálta azt a Cave Dweller modot, szóval ja, köszönjük Gargin, sok videót néztem már velük kapcsolatban. Ez a Herobrine-os mod is nagyon sok ilyen videóban szerepelt. Ez a From the Fog mod. Megjelenhet Herobrine, és nagyon ijesztő dolgokat csinál. Például egy helyben áll. Na közben amúgy csináljuk már valamit. Jól van, igazából jöhet a Warden, kit érdekel. Én most lazán nyomom. Jól van, jöjjön csak. Tojok bele. Elfutok. Na csáó. Na és igazából ennyi. Könnyen ki lehet játszani. Igazából lehet, hogy ezek a modok egy darabig ijesztőek, de egy idő után szerintem már inkább idegesítőek. De legalább nem vagyok egyedül. Itt van Herobrine. Legalábbis eddig nem mutatta meg magát. Lehet kicsit szégyenlős. Szóval ja. Jól van. Itt aztán van Shrieker. Eddig még, ó, na, kaptam lemez darabokat. 8 darab Echo Shard kell, és 9 darab ilyen, na meg is van, oké. Okay. Akkor a lemez az már megvan. Király. Szóval igazán megjelenhetne ez a kis Hero bácsika. Ezt nem hiszem, hogy már nem tudom, nem nyitottam ki szerintem. Ja. Akkor igazából már csak Echo Shard után kell kutassak. Na ez mondjuk nem jó.
túlságosan lazán veszem ezt a dolgot, szerintem ez a gond. Lehet, hogy reszketnem kéne a gatyóba. Nem tudom, hogy középen van-e láda. Van, oké. Na és akkor... Na, mi van? Itt vannak ilyen kis mini redstone tutoriálok, ami át fasza. Így. Aztán így. Aztán így. Aztán így. No. Oké. Nagyon tejelik már ezeket a modokat. Mert az oké, hogy Gargi megcsinálta azt a eredetit, de ezek nem nagyon mutatnak semmi mást. Max ez a From the Fog mod. Ugye ez nem csak olyan, hogy megjelen egy entitás, aztán üvöltözik, meg hát megöl, meg kapsz egy kis cuki jumpscare-t, hanem Herobrine azt tud így babrálni a világoddal. És hát ezt a modot a eredeti Herobrine creepypasta inspirálta. Aztán akkor a lemez az pipa. Itt egy ilyen jégszoba, vagy egy ilyen, nem is tudom, ilyen hűtőkamra. Fasza. Nem fasza. Basszus. Dia. Volt ott valaki? Csak nem. Hoppá! Na, hát akkor láthattátok, nem clickbait, itt volt a Hirobácsi. Húha! Na, hol van a Warden? Hát, jó van. Ups. Innen kezdtem. Akkor erre elmegyek. Aztán felnézek ebbe a toronyba. Hát, ha van Echo Shard.
És van is. Aki keres, az talál. Ezek a gyapjú kupacok, ezek a mansionökben is megtalálhatóak. Ugyanez a három szín. Illetve van itt még sötét tölgy, ami át a illagereknek a kedvenc építő blokja. Szóval biztos, hogy jártak itt az illagerek. Még merre nem voltam. Ez a kérdés. Hát, megmondom őszintén, csalódtam Herobrine-ban. Azt hittem, hogy meg fog jelenni, és hát összepisülem magam, de hát nem. Oppá! Mi a csuda? Itt van a legritkább armor trim. GG! Hát akkor megvan a két armor trim, amiket itt találni lehet. Szóval már csak az iránytű kell. Ó, szevasz! Ó, itt talán még nem voltam. Nézzük. Oppa, 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 oppa! Megvan, megvan! Jaj, jaj. Na ez viszont kínos szitu. Úgy látszik, hogy Herobrine szabadságot vett ki. Én viszont mindent megszereztem. Minden megvan, szóval ez a videó akkor ennyi lett volna. És hát, jó. Csá!